szelfit szeretnék a hölgyen! Nem minden nap kér az embertől szelfit egy mohácsi busó. A 8 éve életre hívott panyolai hagyományőrző farsankhoz első ízben csatlakoztak a birkabőr csuklyás, kifordított birkabőr bundás jelmez képviselői. Muhari Zoltán polgármester is elmaszkírozta magát, ő pulyaszedő viseletben vett részt a fesztiválon. Panyolán számos tájegység különleges öltözékeivel találkozni lehetett. Igazából a jelenkori megjelenítés ennek a hagyománynak, és annak, hogy hogyan csináljuk majd ezt a jövőben, mondjuk jövőre, vagy évekkel később, arra gyűltünk most itt össze pénteken, hogy egymás tanácsaira és egymás dolgairól tudjunk, fogjunk össze, és alakítsunk egy ilyen hagyományőrző csoportot, amiben belefér természetesen a mohácsi busójárás, és tanulhatunk tőlük, és belefér a hargitai csapat a Csiki medencéből, de ugyanúgy megtekintést kaptunk ugye a németről, tehát hogy ki hogy csinálja, és hogyan lehetne ezt továbbvinni. A klasszikus panyolai jelmezekkel jellemzően valamilyen állatot jelenítenek meg, de a szalmabábuk is helyi jellegzetességnek mondhatóak. Ez utóbbi vonulat ugyanakkor látható a német, a felvidéki és a Hargita megyei farsangokban is. Érdekes az, hogy a Kárpát-medence hagyományvilágában a szalmabábúnak a jelenléte kapcsolódik a farsanghoz is, de kapcsolódik a bőti szokásokhoz is, és nagyon sokáig kifejezetten a felvidéki területekre tettük ezt, hogy ott elterjedtek voltak ezek a szalmabábúkkal való szokáscselekmények. Ugyanakkor Újvári Zoltán professzor úr volt az, aki már arról írt annak idején a kutatásai során, hogy a nagy Károly környéki falvakban, a szatmári sváboknál is megjelenik ez a szalmabábú. A panyolai farsang a kezdetektől része a 2019-ben létrejött Szamosháti Tájegység értéktárnak. Tavaly pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság is beválasztotta azt a kulturális örökségek tárházába. A Szamosáti Tájegység értéktárban jelen pillanatban ugye a panyolai farsang az, ami bekerült, és hát nem csak a tájegység értéktárban, nem tudjuk azt, hogy a hungarikum törvény az ugye most már előírja azt, hogy megyei értéktárban csak olyan érték kerülhet be, amelyik vagy települési, vagy akkor tájegység értéktárban már szerepel, és ezért azért szerintem örömmel mondhatjuk, hogy nem csak a tájegység értéktárban, hanem most már a megyei értéktárban is szerepel a panyolai farsang. A panyolai farsang is azt a célt szolgálja, mint minden más helyen. Az eltúlzott maskarákkal a telet szeretnék elűzni az emberek. A szatmári térség farsangjai a 20. század első felében messze földön híresek voltak. Ezt a szokást elevenítették fel az előző évtizedben. A utóbbi időben azért ezek a hagyományok kezdtek feledésbe merülni. A benne élők nem becsülték olyan szinten a hagyományaikat, mint ahogy ez kellett volna. Némely szinten néha már szégyelték is, hogy ők ilyen úgynevezett maradi szokásokat hajtanak végre. És itt a nagyon tipikus példa erre panyola, hogy jönni kell egy kívülállónak, egy külső embernek, aki ezt az értéket meglátja és értékeli. Hát ilyen Muhari Zoltán polgármester úr, aki ugye Budapestről került ide, és meglátta ezt az értéket, és azóta újraélesztette ezt a hagyományt. A farsang igazi karnevál hangulatáról a felvonulást vezető lovaskocsin zenészek gondoskodtak.